Egy bőköhintés. Szép jó estét kívánok, ez egy kiváló beköszönés, egy évad záró rész ez. Jó estét kívánok, üdvözlök minden kedves nézőnket, ugye Kis László vagyok, az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című heti csillagászati magazin műsornak a műsorvezető ötletgazda, nem tudom mi a kiskutya füle. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök a visszatérő nézőket, üdvözlöm az új nézőinket, remélem, hogy ezúttal is jelentek meg új, szép számban újak is. Ugye ez egy évadzáró rész, ugye a negyedik évad tizedik része, azt is mondhatnánk, hogy idén utoljára van Élő Csillagászat, természetesen maga a csillagászat az élni fog tovább, de ez a műsor az Élet és Tudomány 75. születésnapján, ami ma van, ezért innen is egy nagy gratulációt küldök az Élet és Tudománynak, hogy 75 év után is húzza szépen az igát, ez itt tudomás ismeretterjesztésben lezárul a negyedik évada ennek a kiváló műsornak. Mivel évad záró, ezért gondolkoztunk, nem titkolva, hogy külső impulzusok is érték, ugye jöttek ismerősök is, meg konkrétan a unokahúgom férje rám szólt, hogy figyelj, Laci, a múltkor évad záró olyan jó volt, ott eléneklted a Jugó himnuszt, mit tudom én mi. Ilyet most nem vállaltam be. De lesz egy nagyon jó kis meglepetésünk, a nagyjából szűk egy órás duma rész, tehát az előadás rész végén. Utána a meglepetés után is lesz még, ugye szokásos kérdezfelelek részünk, tehát a terveink szerint az egész egy nagyjából másfél órás esti szórakozás. Ha arra gondolok, hogy bizonyos kereskedelmi tévékek főző műsorok 3 órákat elvesznek az emberek életéből, ehhez képest szerintem a mi másfél órás csillagászatunk az kimondottan kedvező idő igényű. Térjünk is rá akkor az első részben az előadásunkra. Köszönöm szépen, megérkezett a prezentációm, Élő Csillagászat Kis Lászlóval. Ugye ez a szokásos módon az elején szervezeti hírek, ami nem mindenkinek tetszik, de fontosnak érzem őket elmondani. Utána friss csillagászati megfigyelések, elsősorban magyar amatőr csillagászok részéről, de nem kizárólag. Egy pici kis hírkitekintés, és akkor a műsorunknak a fő témája, ugye mai estén 2022 legszebb csillagászati jelensége. Egy kitekintést fogok adni, hogy mi fog történni jövőre. Mint hogy ne áruljunk a zsákba macskát, mint majd ki fog derülni. 2022 tulajdonképpen jobb év lesz csillagászati jelenségéből, mint 21 volt. A Svápegyi Csillagvizsgálóban tovább folytatódik ugye az online előadás sorozataink. Hát így többes számban mondhatom nyugodtan. Hiszen most a héten, a vasárnap a Galaxis Utikalauz sorozatban egy bizonyos Kis László fog megint beszélni. Mit csinál a csillagász, a legizgalmasabb műhely titkok első kézből, itt, ez itt én leszek. Hát ehhez meg kell váltani majd a belépőt, ugye a Svábhely Csillagvizsgáló honlapján keresztül. Ugye a másik, ami még szintén Galaxis Utikalauz lesz december 12-én, ugye rakétaindító állomáson a James Webb űrteleszkóp. Ugye múlt hét híre volt, hogy DEC 18 helyett legalább 4 nappal csúszik az indítása, a várható indítása ennek a rendkívül drága játékszernek. Hát majd meglátjuk. Mindenesetre magát a témát föl fogjuk dolgozni december 12-én. És december 16-án Vinkó József nevével fémjelzett fantázia és valóság fog majd folytatódni. Randevú a Rámával, exobolygók és idegen civilizációk. Ez szerintem nagyon izgalmas téma lesz, mindenkinek javaslom. A megtekintéshez szükséges belépő megváltását. Ugye a Svábhely Csillagvizsgáló a koronavírus járvány összes szigorításával együtt továbbra is látogatható. Ugye nappali programjaink az Astromatiné gyermekeknek 7-től 107 éves korig. Esti programjaink közül a decemberieket még tudom javasolni, ugye hát december van most is, már elsője. Vénusz sarló vadászattal búcsúztassuk az évet. Hát ehhez nem is a nagy kupolába kell majd bemenni és bemászni, hanem a háztetőre, a főépületünk háztetejére egy ilyen VIP terasszul fogjuk majd megnézni, ha derült lesz az ég. Vénusz sarlót, Szaturnuszt, Jupitert, Holdat, ami éppen van. Tehát ezek a programjaink ugye jelenlegi szabályok szerint zárt térben maszkviselés, kötelező maszkviseléssel, de továbbra is folynak. Volt rólunk egy nagyon jó kis cikk, ugye az önreklám az sose igazán jó szájízű, de ez egy annyira jó cikk volt, hogy muszáj megosztani, hogy az Indexen 2021. november 29-én az
Akkor is számom, hétfőn volt egy ilyen nagy kép, vagy egy ilyen mesterségem címe, ahol Boldog Ádám szupersztár végig vezényelte az Index egyik újságíróját és fotósát a nagy kupolánkba, és hát egy ilyen nagyon szép ilyen a távolban egy csillagász messzire néz, és boldogan kutatja az exobolygókat, és bemutat az embereknek, amikor itt vannak. Én mindenkinek, aki elmulasztotta volna véletlenül ezt az Index cikket hétfőn, érdemes felkeresni, mert nagyon szép fotók vannak benne. És egyébként a szöveg is meglepően jó. A Magyar Csillagászati Egyesületről most nem fogok nagyon sokat mondani, mert majd a előadásnak a fő témáját valójában a csillagászati évkönyvre fog fókuszálni. Mindenképpen zajlik az MCE taktoborzó, és én nagyon nagy örömmel látom, amikor valaki belép a Magyar Csillagászati Egyesületbe, a szokásos régi regisztrációs oldalon, akkor arról kapunk egy e-mailt, és akkor ott sokszor látom azt, hogy miért lépett be, és akkor Kis László előadásainak hatására. Én megmondom őszintén, és innen is üzenem azon kedves nézőinknek, akik erre inspirációt kaptak már a múltban, vagy kapnak majd ezután, hogy nagyon szépen köszönöm. Mint a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, minden egyes új tagunkat külön is köszöntök most itt, aki ezen a műsoron keresztül kapott inspirációt, mert én azt gondolom, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület jelenleg 1800 tagot számláló nagy civil szervezet, nagyon fontos missziót lát el, nagyon fontos a küldetése, a csillagászatot szakcsillagásztól, amatőrcsillagászig, a nagy közönség terjeszteni az igét, és programokat szervezni, kiadványokat kiadni. Itt most csak egy programra hívnám fel a figyelmet, hogy egy téli távcsöves találkozó lesz majd Vértes Bogláron, az a hely, ahol nyáron az ifjúsági táborunkat tartottuk. Most lehet rá jelentkezni, regisztrálni. Szerintem jó buli lesz. Én nem hiszem, hogy sajnos meg tudom majd engedni a hivatali teendőim mellett, még egy ilyen hétvégi tevékenységet se, de akit ezt megteheti, bátorítok rá. Kétszer hirdettem meg eddig, és most már ez az utolsó, a harmadik alkalom, hogy az égbolt.mcl.hu webshop két héttel ezelőtt megnyitott. Egy bankkártyás fizetési rendszert indítottunk el, amin keresztül be lehet fizetni a rendes tagságot, a pártoló örökös tagságot, ami 25 évnyi rendes tagság, ide tetszőleges támogatást is. Tervezzük azt, ezt a kommentelőink kedvéért mondom, hogy a webshopba integráljuk az egyébként MCE által kereskedelmi forgalomként árult termékeket is, jelenleg még ez az integráció nem történt meg, de hogy az MCE tagságot népszerűsítsem innen is, megint csak meghirdetem azt, hogy ha péntek délig valaki itt belép a Magyar Csillagászati Egyesületbe, és a belépéskor kapott köszönjük a vásárlás e-mailt, elküldi az mce@mce.hu címre, akkor a vasárnapi Galaxis utikalauz, ahol még egyszer egy bizonyos Kis László fog majd előadni, kap egy ingyenes belépőt. Ha pedig örökös tagságot vált 25 évnyi tagdíj egyszerű befizetésével, akkor én magam személyesen fogom itt előre egyeztetett időpontban ezt az új pártoló tagunkat fogadni. Eddig ketten lépték ezt meg, ha lesz még egy harmadik vagy negyedik ilyen új pártoló örökös tagunk, én nagy örömmel fogom őket külön saját személyük számára megszervezett program keretében ezt végigvinni, egy kétórás látogatást a Schwab-hegy csillagvizsgálóban valamikor, immáron jövőre, ez nagy valószínűséggel kijelenthető. Az első két hete egyébként rendkívül kedvező tapasztalatot hozott az égbolt.mcl.hu aktivitásai kapcsán. Égi események. Itt szoktam ugye szép fotókat megmutatni. Itt most Bagi Lászlónak egy 33 órás összintegrációjú M33 képet választottam egy átvezető képként. Egyrészt gratulálok Bagi Lászlónak ez a nagyon szép részletdús spirálköd, spirálgalaxis képezés, fölhívnám egy nemes versenyre önmagával, javasolnám, hogy az M81 jelzésű galaxisról 81 órás expozíciót próbáljon meg összehozni az előttünk álló télen, szerintem baszi szép lenne, és esetleg az M108-ról egy 108 órás expozíciót, ha már az M33-ról 33 órát sikerült exponálnia. Nagyon szép kép. Itt most hadd tűnjek el, mert a lényeget pontosan a nagy pocakom eltakarja. Molnár Iván, ugye Szlovákiából november 30-án, azaz tegnap fotózta a napot. Hát lehet látni néhány szerény folt. Most nem raktam be hálfa képet, de azért lehet azt mondani, hogy
Hiába közeledik a naptevékenység újra a nagyobb aktivitások felé, hát még azért szerény, nagyon szerény az aktivitás, nem is olyan nagy baj, hogy most borult napközben sokszor, nem nagyon látjuk. Pár bolygó fotóval folytatnánk. Kereszti Zsolt egy érdekes animációt rakott össze a Jupiter forgásáról, előtte két hold átvonulásáról, és az egyik hold árnyékáról. Ez az animációt, ami ugye nyilvánvalóan oda-vissza megy, tehát nem a Jupiter fordult meg, tehát nem ment oda Superman, és fordította meg visszafelé a forgását, mint ezt a Földdel megtette a 1978-as Superman első filmbe, hanem ugye a illusztráció kedvéért csinálta ezt. Itt az az érdekes ebben, hogy ez másfél óra. Tehát amikor az ember mondjuk a Jupitert nézegeti távcsővel, akkor ha másfél óra alatt ennyit odébb vándorol, mondjuk egy holdárnyék, vagy maga a hold, vagy magák ezek a foltok a Jupiteren, az bizony már észre lehet venni akár 10-15 perc alatt. Tehát nagyon sokszor van az emberekben, akik távcsövezésre adják a fejüket, hogy az égbolt az valami statikus dolog, és akkor meglepődnek, hogyha valami változást látnak. Bizony, még a Jupiternél is másfél óra alatt azért ez elég jelentős változás, akárhogy is nézzük. Ezt már úgy észre, az ember, ha jól látom, ott a déli nagyvörös folt is ott éppen tűnik el, tehát az elején még ott van, hopp, ott van, és aztán megy kifelé. Tehát ténylegesen, hogy a körülöttünk egy dinamikus univerzum található, és ebben élünk, ez már egy fél óra, egy óra alatt könnyedén észrevehető. Szintén Kereszti Zsoltnak köszönhetjük ezt a Vénusz képet, jobb oldalon az egyik szűrővel, középen egy ilyen monokróm ábrázolás, bal oldalon egy hamis színes kép, ahol azért továbbra is lehet látni, hogy a csökkenő fázisú és növekvő korong átmérőjű bolygón azért vannak bizonyos ilyen albedó formációk, amik leginkább a vénuszi felhőkkel azonosíthatók, hát mi mással. Csabai István az Uránuszról rakott ki egy képet, amit ő összehasonlított az éppen jelenleg általam eltakart Hubble fotóval, de jobb is, hogyha tekarjam el szerintem, mert nem pont úgy néz ki a szemgolyónak a világos része. Ugye ami miatt nagyon érdekes, hogy maga az Uránusz, ugye a Szaturnusz utáni következő bolygó, november 24-én, ha nem tudom, hogy ki írta, de azt hiszem, hogy 3,7 ív másodperc a bolygónak az átmérő. És jól lehet látni azt, hogy akár a színes képen, akár az egy monokróm képen van egy ilyen nagyon jellegzetes, ilyen világos folt, a bolygó egyik fele világos. És ugye inkább mutatnám helyette Kereszti Zsoltnak a fotóját, ami egy nappal korábban készült, itt nincs rajta a Hubble űrtávcsöves fotó berakva, egy szimuláció van, amit ennél a vállamnál látható, de az se baj, nem látszik igazából, a vörös és a kék színű kép a lényeg. Tehát ez néhány ív másodperc, azt hiszem itt rajta is van a képen talán, hogy hány ív másodperc, 3,7-3,8 ív másodperc átmérőjű maga a bolygókorong. Igenis, ez egy valós dolog, hogy a bolygókorongnak a poláris sapkája, ez egy ilyen nagyon szépen világos foltként megjelenik a bolygón. Tehát van részlet a bolygón. És ehhez kapcsolódóan, most viszont tűnjek el, ehhez kapcsolódóan hadd mutassam meg a legújabb HST-s press release-t, hogy a Hubble űrtávcsinél évek óta van egy olyan program, hogy minden évben egyszer lelövik a külső bolygókat. Jupiter, Szaturnuszt, Uránuszt, Neptunuszt, és hoppá, szeptemberben hogy nézett ki az Uránusz? Hát pontosan így, csak ugye el van fordítva, tehát nincs beforgatva forgástengely, de igen, a HST-vel is így néz ki az Uránusz. Nyilvánvalóan senki nem állítja azt, hogy a földi 30-40 centis távcsövekkel a HST-vel versengünk. Senki nem akar versenyezni a HST-vel. De a HST-s képek viszont megerősítik azt, hogy amit látunk ezeken a kis intenzitás különbségű fotókon, ezek tényleg valós formációk ezeken a külső bolygókon. Nagy Szabolcs Londonból nem bolygót fotózott, egy 25 centis Dobson távcsővel egy Pricsál nevű orosz tudományos, vagy hát orosz új modult a nemzetközi űrállomáshoz fotózott a fölbocsátáskor, és hát lehet látni, hogy jobbra fönn így néz ki a modul, balra pedig így néz ki a földi légkör által eltorzítva, de mégiscsak a valós kép egy 25 centis Dobsonnal London külsőn, tehát Nagy-Britanniából.
Én azt gondolom, ugye Nagy Szabolcs neve közismert, ugye a nemzetközi űrállomás fotóiról, ugye annak idején mindenféle egyéb eszközöket is lefotózott és levideózott a nagy fölbontás, az itt most ezt az orosz modult is nagyon szépen megörökítette. Ugye Csaba István szereti a HST-vel összehasonlítani a képeit, ami teljesége érthető, nagyon, abszolút büszke lehet rá. Ugye a Ceresz, ugye most hallottam egy rendkívül pocsék szóviccet, hogy mi a jobb, melyik kisbolygó jobb, mint az egy Ceresz? Hát a két Ceresz. Nem akarom jellemezni ennek a viccnek a minőségét, de mindesetre az egy Ceresz törpe bolygó, aminek jelenleg olyan 0,7 div másodperc a korong átmérője, hát ezen a képen azt mondanám, hogy egy picikét látszik, hogy korong. Ez itt jobbra HST, tehát ne várjunk ilyet. Tehát az, hogy pici korong, tehát icipici ócó kis korongocka, a Ceresz kis bolygó. Ugye ezen a képen ez látszik, hogy bizony van esély egy picikét megörökítenék ilyen nagyon finom részleteket, és nyilván a legnyugodtabb légkörök kellenek hozzá. A Leonard üstökös múlt héten mutogatta magyar fotókat, most mára készülve néhány külföldi fotót beválogattam. Dan Bartlett a Comet Watch csoportba a Facebookon osztotta meg ezt a nagyon szép november 24-i fotót, ugye a Bálna galaxis, meg a talán Hoki ütő galaxis, nem tudom milyen ütő galaxis mellett haladt el. Ezt a képet meglepően sokan kritizálták, amikor kitette, mert hogy ténylegesen itt van az üstökös, ugye a 2021 A1 Leonard üstökös, itt szép hosszú csóva, és igazából ahogy itt kinéz a képfeldolgozások után, mintha a galaxis lenne az üstökös csóvája előtt. Tehát nagyon furcsa hatása van ennek a képnek. Én nem hiszem, hogy Dan Bartlettet kellene kritizálni a képfeldolgozásért, egyszerűen az emberi szem és az agy és a halvány foltoknak az egymásra vetülése az egyszerűen becsaphatja az agyat. Ugye egy nappal később már nem volt ez a veszély, ugye november 25-én már odébb húzta a véres hurkát a Leonard üstökös, ugye a két üstökös elő, vagy két galaxis itt a háttérbe, és az üstökös odébb húzódott egy nappal később. Szép nagy csóvája, itt most tényleg tűnjek el, hogy látszódjon a teljes csóva, ugye Mihály Jéger, aki az osztrák hegyekbe szokott kiutazni a fotóihoz, de egyik fotójánál azt írta, megint csak a Comet Watch csoportban, hogy magyar határig kellett neki leutazni, hogy derülteget találjon, tehát néha magyar határ felé is vannak jó dolgok. Ugye ugyanez a november 25-e környékén a külső, nagyon halvány régiókban gyakorlatilag a képről lelóg az üstökösnek a csóvája, ugyanerről van egy színes verzió is, még galaxis 1, galaxis 2, üstökös, kóma, és aztán a hosszú csóva ki a kép szélig. A helyzet az, hogy ugye erről az üstökösről vártuk azt, hogy december 10-e után egy ilyen akár szerencsés esetben 2-3, mostanában inkább csak 4 magnitudós látszó fényességgel, akár vidéki égről szabad szemmel is látható fényességűre fényesedhet, de most nem úgy tűnik. Eléggé megmihájlott az elmúlt pár nap, ugye ez egy szakkifejezés arra, hogyha valamiről várjuk, hogy egyre erőteljesebb legyen, és aztán leáll a erősödés, akkor megmihájlik. Tehát ő most eléggé megmihájlott, és nem tűnik oly mértékben fényesedőnek, mint a korábbi modellek vagy előrejelzések jósolták, úgyhogy valószínűleg kell majd rendesen távcső ahhoz, hogy ezt szépen hát tudjuk követni vagy észlelni, ahogy a hajnali égről átjön az esti égre. A csillagászat.hu-n jelentettünk meg híreket, örömmel mondom, ezt a szerzőink teszik lehetővé. Az elmúlt hétből a legnagyobb vízhangot, a legclickbaitebb című cikkünk váltotta ki. Újraírják a galaxisunk történetét a Gaia adatai. Ugye a Gaia az nem az, amin a rabok vannak és húzzák az igát vagy az evezőt, ez ugye az európai űrobszervatórium, ami asztrometriával távolságokat és saját mozgásokat mér. Több kísérő galaxisunkról vélik azt most kimutatni egy elemzésből, hogy valójában nem a tejútrendszer körül keringenek, nem igazi szatellit galaxisok, hanem csak most éppen erre járnak. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ember mellett elmegy a, mit tudom én, a Erzsébet téren egy szép hölgy, és akkor lehet gondolkozni, hogy most a párja, vagy csak éppen elhalad mellette. Itt a törpe galaxisok úgy tűnik, hogy inkább csak elhaladnak mellettünk, hát ez egy fogalmazunk, egy érdekes kép, mert azért alapvetően mégiscsak a tejútrendszerünk kialakulásáról azt gondoljuk, hogy ilyen parányi dolgok összehaladásából, galaktikus építő kockák összehaladásából állt össze.
Ugye hírünk volt még az előbb már fölvillantott HST és bolygókép galéria, meg még egyéb érdekes dolgok is, de ezekre ugye ott az időcsillagászat.hu weboldalon. A fő témánkra térjünk rá. 2022 legszebb jelenség. Most eltűnök egy pillanat, ezt azt hiszem, hogy májusban lesz majd. Május vagy április legvégén, amikor egy hajnali égen ott lesz Jupiter, Vénusz, Hold, Mars, Szaturnusz, meg még ég az Eta Aquaridák is, ugye Eta Aquarida, ugye ez egy oroszos hangzású meteor raj. Tehát ugye tavaly is a második évadot azzal fejeztük, a második évadot is azzal zártuk pont egy évvel ezelőtt, decemberben, hogy a 2021-es év várható csillagászati jelenségéről számoltam be. Hát én úgy gondoltam, hogy ez egy jó szokás úgy decemberben, hogy ezt csináljuk meg. Erre okot is ad ilyenkor, vagy apropót is ad, hogy ilyenkor szokott megjelenni a Magyar Csillagászati Egyesület egyik fő kiadványa, a Meteor Csillagászati Évkönyv. Ezúttal ugye a 2022-es évre vonatkozó, amelynek a címlapján egy neovájz üstökös fotó díszeleg. Tegnapi információim Mizser Attila MCL főtitkártól arról szólnak, hogy december 7-én, Mikulás másnapján, jövő hét kedden fog kijönni a nyomdából. Tehát most még, amikor a kezembe veszek Meteor Csillagászati Évkönyv kiadványt, akkor ez még az idei évre vonatkozik. Beszerettem volna mutatni a jövő évi, de csak elektronikus formában tudom. Az is egy fontos információ, hogy december 16-án lesz egy nagy postázás új MCL tagoknak, meg az újonnan befizetett régi MCL tagoknak, tehát aki szeretné karácsonyi fa, vagy karácsonyfa alá ajándékként betenni, most a következő 8-10 napban fizesse be a tagdíját, és akkor várhatóan már karácsonyt meg fogja kapni az évkönyvet. Természetesen nincs garancia, hiszen a Magyarországon postaszolgáltatás nyújtó szolgáltatóknak a munkája nem föltétlen, kiszámítható mindig. Minden esetre nekem megvan ennek az évkönyvnek az elektronikus kópiája, egy PDF fájlban, és ezt így végignyálasztam, amikor készültem erre az előadásra, és nagyon szép jelenséget találtam benne. Tehát tényleg bazi szép jelenséget találtam. Meg is kellett szűrnöm. Minden esetre, akinek nincs ilyen évkönyve, még 2022-esen még senkinek nincsen, nekem is csak elektronikusan. Megmutatnám, hogy nagyjából mi lesz majd várható ebben a 300, nagyjából 30 oldalas könyvben. Ma itt csak erről az egysoros tartalomjegyzékpontról, a kalendáriumról fogok mesélni, és abból fogok válogatni, tényleg milyen jelenségek várhatók a jövő évben. De az évkönyvnek hagyományosan szerepe most már jó 30 éve legalább, amióta az MCA átvette a csillagászati évkönyv kiadását, hogy vannak benne cikkek, magas színvonalú ismeretterjesztő cikkek, és vannak benne intézményi beszámolók. Mind a kettő érdekes. Ugye a cikkekben itt most idén a Magellán felhőkről, a 1572-es Tihó szupernóváról, a jég a hold sarkvidékéről, vagy éppen a csillagászati évkönyvek történetéről lehet olvasni. Ezek magukban is érdekes és értékes olvasmányok. Az intézményi beszámolók, nyilván én már intézményi vezetőként ezeket is érdeklődéssel olvasom, hogy hol mi történik az országban. Ha majd 50 év múlva valaki rekonstruálni kívánja azt, hogy mi történt Magyarországon a 2010-es, 20-as, 30-as években a csillagászati intézményekben, akkor biztos vagyok benne, hogy a intézményi honlapok erre nem lesznek alkalmasak. A csillagászati évkönyvben megjelenő éves beszámolók viszont igen, ezek ott lesznek. Hát idén a 22-es évkönyvben két sajnálatos eltávozott kollégáról két megemlékezéssel zárul a könyvnek a tartalma, de itt most a kalendáriumra szeretnék ráfókuszálni. Ugye minden egyes hónapról van egy bőséges anyag, ugye napi bontásban, mikor kell és nyugszik a nap, mikor kell és nyugszik a hold, mikor van új hold, első negyed, teli hold, utolsó negyed, tehát a holdfázisok nagyon szépen azonnal áttekinthetők. Azok számára, akik nem ismerik a csillagképeket, az északi és déli ég egyaránt egy csillagtérképen is szerepel a kalendárium részben, a hó közepén este 8 órakor. Tehát például itt azt lehet látni, hogy januárban majd, január közepén, este 8-kor, hát bizony az Orion már delelni fog.
fölötte ugye a bika, a szekeres, az ikrek, keleten pedig már jön szépen a leó, nyugaton még a Pegazus szépen szárnyal és hallgatja le a csillagászokat, fellette pedig ugye az Androméda csillagképe, sok minden dolog megkereshető. Az északi ég is látható, ott ugye nyilván cirkumpoláris csillagképek, hogy éppen hogy állnak, merre van a Kassziópeia, merre van az Urza Major, merre van a Cepheus, merre van éppen a Cygnusnak a teteje. Tehát ezek alapján, aki nem ismeri a csillagos eget, tulajdonképpen elkezdheti fölfedezni a csillagképeket. Igen, tudom, a modern világban ott vannak az applikációk okostelefonokra, ott vannak az applikációk a tabletekre, és az ég felé fordítjuk, és ugyanezt mutatják. Tudom. De az évkönyv, az, ami tényleg úgy kézzelfogható, bármikor kivihető, nem merül le az évkönyv. Oké, zseblámba kell hozzá, de nem maga az évkönyv, az nem merül le, és ott van. Tehát én hiszek, azt kell, hogy mondjam, nyilván ez az öregedésemmel párhuzamos, de hiszek a papír alapú kiadványok létjogosultságába. Az esemény naptár rendkívül részletes. Itt most csak tényleg nem kell olvasni semmit. Csak itt az elejé, ez a rész január 1-től január 7-ig, mindösszesen egy hét alatt, milyen olyan égi közelítések, fogyatkozások, fedések, meteorrajok, éppen valaminek a közelébe látszik, ezek vannak itt megemlítve. Tehát mit tudom én, január 4-én, ugye a Jupitertől 7 évpercre északra egy 7 magnis csillag. Hát ez nem egy olyan nagy valami, de ha az ember oda néz távcsa és látja, akkor lépjünk vissza egy pillanatra, egy sokkal fundamentálisabb dolog történik. Amikor egy ilyen előrejelzésnél, távcsővel, szabad szemmel látjuk az égen azt, ami mondjuk itt a kalendáriumban szerepel, tulajdonképpen azt az élményt éljük át, hogy működik a tudomány. Ugye ez manapság általános kérdésként rendkívül sok, hogy is mondjam, problémás aspektussal bír. Nagyon sok, hát az életünket átszövő tudománnyal szembeni szkepszis jelent meg. És én értem, hogy a csillagászati előrejelzések csak azt mutatják, hogy működik az égi mechanika, és ki tudjuk számolni az égen látható dolgokat. De amikor valami egész egzotikus jelenséget látunk, hogy mit tudom én, egy kisbolygó eltakar egy csillagot, magyarul végig söpör rajtunk egy kisbolygó árnyéka, és ezt ki tudják számolni emberek akár évekre előre, és az ott működik, és megnézzük, és tényleg, és ellenőrizzük a saját szemünkkel, hogy ez tényleg megtörténik, akkor azt gondolom, hogy még egyszer átélhetjük azt az élményt, hogy a fizika működik, a tudomány működik, a csillagászat működik. Tehát amikor a laposföld hívőkkel, meg nem is jártunk a Holdon, meg az ilyen tényleg elszállt elméletekben hívőkkel az ember összefut, és tényleg szembesül azzal, hogy nagyon sokak elvesztették a hitüket a tudományban. Ezt én megértem, mert annyira bonyolultakká váltak a tudományok, hogy nagyon nehéz követni adott esetben most egy szén nanocsöves szilárdtest fizikai kutatás, hogy most pontosan mi is történik, vagy a kvantum kommunikáció, szépen hangzik, hogy pontosan mit is jelent az, hogy részecskék összefonódása, nagyon nehéz fölfogni. Az, hogy mondjuk egy kisbolygó eltakar egy csillagot, azt föl lehet fogni, meg lehet nézni saját eszközünkkel, saját eszközeinkkel, és átélhetjük azt, hogy működik a tudomány. Én ezért szeretek ezekről beszélni, ezért szeretem a megfigyelő csillagászatot és az amatőr távcsövezést. Január elején, most így végigmenjünk az éven nagyjából időrendi sorrendben, január elején a Merkur bolygónak lesz egy nagyon jó láthatósága. Január 7-től január 13-áig legnagyobb keleti kitérésben, és hát igazából az esti égen ott lesz a Jupiter, ott lesz a Szaturnusz, és ez egy január 10-ei budapesti screenshot, budapesti fotó, vagy budapesti szimuláció, hát Budapesten nincsenek ilyen fák, a stelláriumban vannak. Ugye Jupiter, Szaturnusz és mellette a Merkur. A Merkurt itt jobbra egyébként, ahol most hirtelen föltűntem, de mindjárt rá is tűnök, ez itt ugye az Aquila, ami nem kaptálja a muszkát, ugye a sas csillagkép alfajelű csillag az Altair. Tehát például most január elején, ott 7-től 13-áig, ha valaki fel akarja keresni a Merkurt, akkor a Jupiter rajja lefelé Szaturnusz, és akkor ott lesz a Merkur, megteheti. Tehát tényleg az egy ritkán látszik jól ez a bolygó. Egy elriasztó slide, ugye a Borelli üstökösre vonatkozó előrejelzés. Ugye ezeknél a számoknál nagyon ritkán veszik az olvasók, egyszerű olvasók a fáradtságot, hogy utána olvassanak, hogy mi is van itt pontosan.
Ez a 19P Borel üstökös, aminek már most is néha mutogattam képeit. Megmutatom, hogy mi a lényegi az üstökösös táblázatokban. A legutolsó oszlop milyen fényes? Magnitudóban. A 7-8 az már kis binokulárral, kézi látcsővel látható. A 8 magni január elején, áprilisban a 9-10, az már távcsövet fog igényelni. Tehát lehet látni azt, hogy január végén, február elején 8 magnitudós, tehát kisebb binokulárokkal megkereshető. A másik fontos oszlop, ez az E betűvel jelölt elongáció. Hány fokra van a naptól? Itt, ha most ha visszajövök, akkor eljátszom. Lemegy a nap a nyugati horizont, itt van lemegy a nap, hozzá képest 70 fok, az bazi messze van. Ugye itt azt lehet látni, a Borrelia szép nagy szögtávolságban lesz a naptól. Azt, hogy a földtől, azt, hogy a naptól hány csillagászegység, a földtől hány csillagászegység, ez teljesen mindegy. A koordinátáknál még a deklináció az, ami sokat szokott segíteni, hogy plusz vagy mínusz. Ugye a mínusz 30 fokos deklináció az nagyon hideg, és délen is van a horizont fölött, alig látszik. Tehát a nulla plusz fokos deklinációk nagy elongációnál azok jók. Azok az üstökösök láthatók. Érdemes megpróbálni az észlelésüket. Ugye a Borrelia az egy rövid periódusú kering, rövid keringési periódusú üstökös, több visszatérését láttuk már az elmúlt évtizedekben. Itt az érdekesség kedvéért egy bizonyos Bakos Gáspár, ugye a Princeton Egyetem jelenleg asztrofizika professzora 1994-ben így rajzolta le a Borreli üstökös, ez egy szép szkennelt észlelés, hogy ráktanyáról, ugye a bakonyi, hát amatőr csillagász észlelő bázisról, ifjú legényként a Borreli üstököst, hát így nézett ki. Hogy fog kinézni majd január végén, azt még nem tudjuk, de érdemes lesz majd megkeresni. Az évnek egy a szó minden értelmében nagy üstököse, az a 2017 K2 Pan-STARRS nevű égitest. Ez egy olyan üstökös, ami már gyakorlatilag évmilliók óta utazhatott befelé a külső üstökös felhőből, az Oort felhőből. 2017 K2 ez mit is jelent? 2017-ben, tehát 4 évvel ezelőtt fedezték fel a K-adik fél hónapban, a K az a tizedik betű a latin ABC-ben, ami azt mondja, hogy májusban, azaz mája, igen, mit tudom én, talán április második felében, tök mindegy, valaki számolja ki, a másodikként felfedezett üstökös a Pan-STARRS égbolt felmérő program által. Ami miatt ez egy szószoros értelemben nagy üstökös, az az, hogy a becsült üstökös magja nagyon nagy, volt olyan becslés, hogy akár 80 kilométer is lehet, ami a tipikus 3-4 kilométernek akár a 20-szorosa is lehet. Aztán vannak mértékadó becslések, hogy csak 18-20 kilométeres. Mindenképpen az 1997-es Hale-Bopp üstökösre hajaz. Nagy méretű üstökös, és már 16 csillagászati egységre, ami azt jelenti, hogy nagyjából 2,4 milliárd kilométerre a naptól aktív volt. Kómája és csóvája volt. A Szaturnusz pályán messze túl már párolgott valami a felszínén. Tehát a vízjég, tipikusan, amit várunk egy üstökösbe, az nem párolog 16 csillagászati egység távolságban, nincs az Isten, hogy párologjon. Ugye azt szokták erre mondani, hogy ilyen szénmonoxid jegek, meg hasonló ilyen bonyolultabb jegek azok, amelyek már a Szaturnusz távolságában kapott napsugárzástól is képesek ilyen aktívvá lenni. Mivel nagy távolságban vonul el tőlünk, még a legnagyobb földközelség is 1,8 csillagászati egység, ez bazi messze lesz, majdnem 300 millió kilométerre, lassan mozog az égen. Ezért aztán például a legjobb láthatóság az majd valamikor július második felében lesz, július végén, ilyen 7 magnitudónál lesz, ugye itt mondtam, magnitudót kell nézni, az utolsó oszlopot, 7, az jó. A 6-8 az még jobb. Az elongáció milyen messze van a naptól? Ha 180 fok, akkor lenne opozícióban, ami azt jelenti, hogy éjfélkor delel. És hát igazából a deklinációt júliusban megy át pluszból mínuszba, aztán augusztusban megy meredeken dél felé. Tehát itt ez a 17 óra plusz 0 fok, tehát itt az Ophiuchus csillagképben lesz, szépen látszó, kellemes, véletlenül binokulárokkal is megpillantható üstökös. Nem lesz szabadszemes fényességű, de még egyszer egy olyan üstököst nézhetünk meg kézi látcsővel,
ami millió éveket utazott, aztán el fog menni, most ugye hiperbolikus a legjobb illeszkedésű pálya, lehet, hogy soha az életben nem fog többé visszajönni, de lehet, hogy úgy változik a pálya, hogy mondjuk 100 000 év múlva visszajön. Azt már nem fogjuk látni. Tehát ha valaki akar egy ritka vendéget megpillantani, az majd keresse meg ezt az égitest. Ez itt egy nagyon vicces kép, ez a üstökösön szóló Wikipédia oldalon szerepel, hogy hogyan változik a látszó koordinátája ennek az üstökösnek az elmúlt években, és 2022-ben lesz ugye majd a nap közelben, föld közelben. Előtte a különböző években csak valójában, ahogy lassan közeled befelé, a föld nap körüli mozgása miatt változott látszólag a helyzete az égen, de ahogy jön szépen befelé, az ő saját mozgása is előidézi azt, hogy egy nagy ívet leír 2022 során. Július végén Pan-Starsra magyar. Nem lesz Neowise, de Pan-Stars lesz. Nem lesz ordítófényes, távcső kell hozzá, tehát kell hozzá gyakorlatozni, csuklóztatni magunkat, de szép lesz, és még egyszer, ha aki erről lemarad, soha többet az életben nem fogja látni. De egy Hubble távcsőes kép, ami azt mutatja, hogy tényleg a felfedezés után nem sokkal, itt ebbe ez ilyen HST-s képekből ott, hogy mekkora az a magot középen, vannak becslések, hogy ilyen több 10 kilométer átmérő nagy jeges test. Tehát tényleg ez egy bazi nagy égitest lesz. Április bolondja! Lacika most 2 percig. Ugye amire fölfigyeltem az áprilisi kalendárium, hogy áprilisban 2 új hold lesz. Ugye a bulvár média imádja az ilyen hülye holdakat. Ugye a kék hold, amikor egy hónapban 2 teli hold van. Kit érdekel? Vagy, és akkor van a vérhold, meg amikor van holdfogyatkozás, és akkor szuperhold, ha kicsit nagyobbnak látszik, meg nem tudom micsodák. Olyan jelenségről még nem hallottam, hogy egy hónapon belül 2 új hold van, annak adjunk nevet. Én javaslom, hogy vezessük be a fekete hold jelenségét, vagy a fekete hold hónapot, hiszen 2 új hold is lesz április 1-én és április 30-án. Ugye ezzel kapcsolatban a naptárunk, a kalendáriunk április 1-én, vegyük észre, a péntek. Ebből azt következik, hogy április 2-a szombat, sőt, még az is következik viszonylag egyszerű logikával belátható módon, hogy április 3-a az vasárnap. Tehát az április 1-i hétvége az egy nagyon érdekes megfigyelési lehetőségre keretet adó hétvége lesz. Ezt úgy hívják, ott április végén is lesz, az már nem lesz olyan jó. Ezt úgy hívják, hogy Messier maraton. Itt most, ha eltűnök egy pillanatra, 110 Messier objektum. M1 balra fönn, M110 jobbra lent. Ugye Charles Messier, kinek keze Messier, mindenki unja már ezt a elég ócska szóviccet, hogy összerakott a 18. században egy olyan katalógust, amiben benne vannak az olyan égitestek, amelyek kis távcsővel üstökösre hasonlítanak. Ez a definíció eléggé szabadon értelmezhető, mert szerintem a fiastyúk az nem hasonlít galaxis, vagy nem hasonlít üstökösre, de mindenesetre ő az üstökös vadászatát alátámasztandó állította össze azt a katalógusát, amik úgy néztek ki az ő távcsöveibe, mint üstökösök, de nem mozogtak. Ugye a Pan-Stars az mozog, a Borelli az mozog, az M57 az nem mozog. Na és az amatőr csillagászok között, megmondom őszintén, én nem olvastam most utána, hogy mikor kezdődött el ez a érdekes sportkihívás, amit úgy hívunk, hogy Messier maraton. A Messier objektumok összessége, a 110 objektum gyakorlatilag lehetetlen mindegyiket megnézni, de március végén, április elején, addigra már a nyári ég följön annyira, sőt már az őszi ég is hajnalba, de még este is látszik a téli ég annyira, hogy van esély meglepően kis erőfeszítéssel akár 100 Messier objektumot megnézni egy éjszaka során. A Messier maraton az arról szól, hogy ki képes a lehető legtöbb Messier objektumot megkeresni, leészlelni egy éjszaka során. Ugye április vége, március vége, április egy tavaszi napi egyenlőség idején van erre a legjobb időszak, és hát a helyzet az, hogy idén, vagy hát jövőre, 2022-ben egy egész hétvége fog rendelkezésre, egy újholdas hétvége rögtön április elején,
Én úgy emlékszem, hogy talán a legjobb magyar eredmény Sánta Gáborhoz, vagy az ő köreihez fűződik talán 107 objektummal. Ugye a 90-es években Rágtanyáról, a már korábban emlegetett Bakos Gáspár is neki esett a Messier maratonnak. Én mondom még egyszer, úgy tudom, hogy talán geometriailag lehetetlen mind a 110-et egy éjszaka, de a 107-108 egy jó átlátszóságú, alacsony horizont fölött is szépen átcsillogó kis mélyég objektumok mellett meg elérhető. A 100 az biztosan viszonylag kis erőfeszítése is, hát megnézhető. Messier maratonra magyar április elején, ez egy érdekes kihívás. Ugye április 30-án ugye ott lesz egy új hold, na most új holdkor szokott lenni a napfogyatkozás, hát részleges napfogyat, ha jól áll minden, jól áll együtt minden. Ugye április 30-án lesz egy részleges napfogyatkozás, hát én ettől megmondom őszintén, még nem rohanok a utazási irodába venni egy chilei repülőjegyet, már csak azért, mert ott se látszik igazából rendesen. Ugye a lényeg az, hogy a hold árnyéka, hát a déli, a Patagónia legdélebbi részén ott lehet majd látni, hogy úgy nyugszik le a nap, hogy beleharap részben a, beleharap részben a hold. Biztos élmény lehet, de nem lesz olyan nagyon nagy a fogyatkozásnak a mértéke, tehát még egyszer ez lesz az év első fogyatkozása, ugye összesen 4 lesz jövőre. Május 16-án, 2 héttel később megint Dél-Amerika lesz, ugye teljes holdfogyatkozás lesz. Tehát pont úgy áll a hold, hogy egyszer átmegy, majdnem telibe találja a napunkat, és aztán 2 héttel később pedig átmegy a föld árnyékán, amikor az elég jól, ugye itt lehet látni azt, hogy ez a május 16-ai teljes holdfogyatkozás, ez hogyan viszonyul a föld árnyékkúpjához képest. Ugye itt van a teljes árnyékkúp, itt van a fél árnyékkúp, és hát majdnem a középvonalon megy keresztül, ott lesz majd legnagyobb sötétség. Ha valaki megengedheti magának, hogy április 30-tól május 16-ig Dél-Amerikába tartózkodjon, hát tegye meg szíve joga, akkor láthat 2 héten belül egy részleges napfogyatkozást, ha nem borult az ég, illetve egy teljes holdfogyatkozást. Itthon is lesz esélyünk valamit ebből élvezni. A tavaszi fogyatkozási szezon második eseménye egy viszonylag hosszú teljes holdfogyatkozás Magyarországról nézve. A jelenség eleje látszik, a teljes fázis beállta előtt a hold lenyugszik. Tehát magyarul lehet majd olyan szép képeket készíteni, hogy a részbe eltűnt, részben elfedett, részbe árnyékba merült holdkorong a nyugati horizonton blötty lemegy a horizont alá. Szerintem az is szép lesz egyébként, május 16-án. Ha nyár, akkor nyári tábor, ugye Tarjánban, július végén lesz a Meteor észlelő tábor, Meteor távcsöves találkozó. Megnézegettük a holdfázisokat, mert a dátumját rögzítettük, gyakorlatilag hóvégekre esnek a nyári hónapokban az új holdak. Ugye június végén még közel az iskola, augusztus végén már túl vagyunk 20-án, ott már a fűsenő, tehát gyakorlatilag a július végi újholdas hétvége az egyetlen alkalmas időszak, hogy távcsöves találkozóra összejöjjünk. Ennek megvan a helyszíne, a Tarjáni Nemzetiségi Tábor, aminek most már a fenntartója Tarjáni Önkormányzat, már rögzítettük is náluk, befoglaltuk ezt a napot, és egyébként a Svápi Csillagvizsgálat működtető Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. Fogja a szervezési feladatokat ellátni jövőre először. Október 25 a következő kiemelt pillanatunk. Ez lesz a legjobban látszó fogyatkozás itt a jövő évben Magyarországról. Október 25-én részleges napfogyatkozás lesz. Ugye azért mondhatjuk azt, hogy ez már hogy végre látunk valamit, mert utoljára 2015-ben, tehát akkor majd már 7 év után először lesz ilyen mértékű részleges napfogyatkozás. Ráadásul a délelőtti órákban, ha jól emlékszem, ez majd kedd, talán egy keddi nap lesz, kedd délelőtt, szépen beleharap a hold a napkorongba. Ez lesz a maximum, hát ettől nem esünk hasra, ezt mindenképpen kellő fényszűréssel ellátott naptávcsővel lehet leginkább észlelni, vagy szigorúan kivetítéses módszerrel. Sima fénycsökkentés nélkül ebbe a jelenségbe szigorúan tilos lesz belenézni. De bármivel már érdemes.
ez a fénycsökkenés, amit egy ilyen fogyatkozás okoz, nem lesz még igazán látható a körülöttünk levő természetben, tehát távcsöves bemutatásokra lesz majd szükség október 25-én. A hold árnyék kúpjának a végigvonulás egy ilyen nagyon bonyolult sokvonalas térképen látható, szerintem sokkal többet mutat ez a videó. Ugye a fényárnyék határa, hogy éppen nyugszik le a nap, ugye sötét a jobb oldalon ott van éjszaka, világos a nappali oldalon, és az a nagy szürke, hát árnyék, és ez ugye a holdnak a fél árnyék sávja, ahogy végig húzódik gyakorlatilag egész Európán. És ha megnézzük, tényleg Magyarország beleesik ebbe a régióba. Tehát nálunk bele fog harapni október 25-én a napba a hold. Ha derült lesz az ég, akkor meg is nézhetjük. És aztán, akinek sok pénze van, ugye el lehetne azt énekelni, hogy hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre. Amerre járok, bámulom a fogyatkozást, veszek néked sejhaj, havai szigeteket. Mert hogy a teljes holdfogyatkozás november 8-án egy annyira pocsék helyről lesz látható, amit úgy hívnak, hogy csendes óceán. Tehát tényleg körbe, ugyan Ausztráliában oké, valamennyire látható, de vegyük észre erre. Ugye ez a hely, ahonnan legjobban lesz látható a teljes holdfogyatkozás. Megmutatom, hogy mennyire lesz a teljes holdfogyatkozás teljes. Tényleg teljes lesz. Ha megnézzük ezt a térképet, hoppá, mi van itt? Hawaii. Tehát november 8-án, aki megteheti magának egy hawaii kirándulással, egybe kötött teljes holdfogyatkozást is megnézhet. Én gyanítom, hogy kevesen vannak a jelen műsor jelenlegi és jövőbeli nézői között, akik erre hajlandóak. Hát a fene tudja. Szerintem, ha valaki, ha lesz novemberben egy konferencia Hawaii-on, azért el fogok rajta gondolkozni. Ha már addigra a koronának a 8. vagy a 9. hullámán talán végre túl leszünk. Ugye így néz ki majd. Szép lesz. Biztos, hogy bazi szép lesz. Tehát Hawaii-ról egy holdfogyatkozás, hát nem is tudom. Tehát én nekem a gyermekkoromnak az egyik alapélménye, hogy osztály kiránduláson voltunk általános iskola, talán 6. vagy 7. osztályába, Crnagorába, Montenegróba volt a buszkirándulás, és pont egy teljes holdfogyatkozás történt, 86-ban vagy 87-ben. És Lacika az ostoba pont akkor törte össze a szemüvegét. Úgyhogy vaksin nézed, hát ott úgy tényleg olyan vöröses színű lett a hold, de nem láttam. Most ugye kontaktlencse van rajtam, de amúgy szemüveges vagyok, tehát 40 éves szemüveges vagyok. Hát mindegy, nagy élmény volt így is szemüveg nélkül megnézni Montenegróból egy teljes holdfogyatkozást. És akkor lassan elérkezünk az év végéhez, egy év múlva 2022. decemberéhez, ugye ami egyértelműen a Mars hónapja lesz. Földközelben lesz a Mars. Nem nagy földközelség lesz, mint mit tudom, 18-ban, 15-ben, mikor volt utoljára, talán azt hiszem 18, ugye 2,2 évente van nagy 2,2 évente van földközelség, és 18 évente van nagy földközelség, tehát nagy Mars oppozíció. Ez egy viszonylag szerényebb Mars oppozíció lesz, december elején lesz a Föld közelben, december 1-én egész pontosan 17 ív másodperces lesz a Mars korong, ami nagyjából egy fél Jupiter korongnak felel meg. De még utána is, ugye, hát előtte is, meg utána is azért szépen látható lesz, és ami miatt nekünk, északi féltekei megfigyelőknek ez egy érdekes dolog lesz, az az, hogy az ekliptika legészakabbi részein lesz a Bika csillagképben, ami azt jelenti, hogy majdnem 70 fok magasan delel a horizontunk fölött. Tehát a lehető legkevesebb légkörön keresztül, legkevesebb légköri turbulencián keresztül lesz észlelhető a vörös bolygó. Ami azt jelenti, hogy Farkasréti György, Keresztúri Zsolt, és még a többiek, akik Csaba István, akik a nagyon részletes fotókat csinálták a legutóbbi Mars oppozícióra, most sokkal jobb megfigyelési körülmények közepette, hát vethetik bele magukat az tizedív másodperces fölbontás bűvöletében. Hát majd meglátjuk. December 8-án pedig megint csak a bulvár média számára érdekes esemény lesz, de nekem is nagyon érdekes esemény egyébként, hiszen beválogattam ebbe a műsorba. Pontosan az oppozíció napján, amikor a Mars szemben fog állni a nappal, és pontosan a teli hold napján, amikor a hold szemben fog állni a nappal, eltakarja a Marsot. Tehát magyarul bemegy, és aztán körülbelül egy órával később kijön mögüle a Mars.
December 8-án ez a reggeli órákban lesz megfigyelhető. Magyarországról a kilépés, a Mars kilépése a Hold mögül olyan 4-5 fok magasan lesz látható, tehát innen Budapestről, a 3-as határhegyről nyugodtan meg lehet próbálni az észleléssel, hogy egy majdnem -2 magnitudós, -1,7 magnitudós Mars, tehát a legfényesebb csillagtól, a Siriusnál is fényesebb, jellegzetes vörös színű test, oda megy a Hold, elmegy mögött, aztán kijön mögül, és a Hold megy tovább, és aztán az egész hóbelevansz lenyugszik a nyugati horizont fölött, mert hogy jön ugye a viccbéli, hát őrmester, aki kizavar minden, kizavarja a partizánokat, meg az ellenállókat az erdőből, hazazavar mindenkit, a nap. Ugye föl kell a keleti égen a nagy égi tarhonya szárító. Na a lényeg, ami lényeg, hogy tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát egy, már látom magam előtt a bulvár médiát, mert hogy egy vonalban lesz a nap, a föld, a hold és a mars. Tehát 4 komoly égitest pontosan egy vonalba fog állni egy pár perces pillanatig, amikor a mars hold a középpontja mögött lesz éppen a mars. Nem tudom, mikor volt utoljára ilyen, meg mikor lesz legközelebb ilyen. Nem fog semmiféle hatása lenni ennek az egésznek, de azt gondolom, hogy egy szép együttállás, ahol tényleg érdemes lesz erre. Tehát lesz egyfajta hát vízió mögött, jó, ez tök szép dolog valami. Még egyszer itt egy ilyen kép, hogyha most eltűnök egy pillanat, hogy hogy fog kinézni a nyugati, észak-nyugati horizont. Ugye itt a Hold, a Mars, ugye már nyugszik az Orion, a Sirius is nyugszik, és akkor ott szépen az ekliptika északi részén hát le fog zajlani ez a szép marsfedés a Hold által. És évvégén, december 29-én egy Merkur és Vénusz együttállással zárhatjuk majd az évet is, ha úgy tetszik, másfél fokra egymástól. Itt van egy stelláriumos szimuláció, ha eltűnök egy pillanatra, akkor nagy pocakon mögött, ott valahol a Merkur és a Vénusz, ott lesz a Szaturnusz is az estén, addigra már Jupiter messzebb lesz, és még lesz egy holdunk is. December 29-én napnyugta után. Tehát januárban is Merkurt láthatunk a hajnali, az esti égen, meg december végén is Merkurral búcsúztathatjuk az életet, mondhatjuk azt, hogy a jövő év az a Merkur éve lesz, kis túlzással. Viszont akkor evezzünk érdekesebb, nem jelensi, nem égi, de mégiscsak csillagászati jelenségek irányába. Most fog kijönni december 14-én, és a Librinél már előrendelhető Dája Gergely könyve Bevezetés a csillagászatba címmel. Ez egy nagyon nagy lélegzetű, tulajdonképpen a csillagászati olimpiára készülő középiskolások fölkészítését segítő, de igazából akár egyetemi tankönyvként is használható, akár magas szintű ismeretterjesztő műként is olvasható, forgatható könyv. 600 oldal. Nem kevés, tehát tényleg nagy munka, címlapon, ja, az így néz ki, bevezetés a csillagászatba, az atommagoktól a galaxis szuperhalmazokig. Ugye ennek a könyvnek a nagy lélegzetét már az is mutatja, hogy a tartalomjegyzék az elindul a római egyes oldalon, és akkor ott van az, hogy matematikai bevezető, asztrofizikai alapok, tehát ott még van bizony vektorok, deriválás, integrálás, és akkor itt eszembe jut ez a régi kis mondók, amit még az egyetemen találtunk ki a matematikai fölkészítést végző elméleti fizikus kolléganő tiszteletére, hogy este jött a parancsolat, integrálunk, mint integráljuk, hogy van? Este jött a parancsolat, integráljuk meg a lovat. Integrálunk, deriválunk, megy a munka, itt mi nálunk. Vektor Zsuzsi, nézd rám, kiállt, integráld már azt a spirált! Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ezt a kis versikét még annak idején az egyetemen találtuk ki, ezzel is lehet foglalkozni, de lehet látni, hogy a római 1-től egészen a római 6. oldalig tart a tartalomjegyzék, 9 nagy fejezetből áll, és lehet látni, hogy a név és tárgymutató az egy, mondjuk így, hogy áthallásos felnőtt nézőink számára potenciálisan áthallásos oldalszámon a 609. oldalon kezdődik. Tehát ez egy vastag, nagyon-nagyon-nagyon vastag könyv lesz, tartalmas. Én is átnéztem, Szabados Laci volt, ha jól emlékszem, a szaklektor, én írtam hozzá a beköszönő, vagy bevezetőt, vagy nem tudom micsodát, a méltatást, és ugye ezt a Csillagászat és Földtani Kutató Központ adta ki az 5-ös Lóránt Kutatási Hálózat támogatásával 2021-es évi költségvetési támogatásunkból.
Évad zárás. Évad zárásra gondolkoztunk, hogy mi legyen. Szerintem most tegyünk egy pillanatra, menjünk ki a hátsó részre. Köszönöm szépen. Egy évad záró résznél mi a fenével lehet adott esetben földobni ezt a kiváló műsort? Ugye a Galaxis Utikalauz nézői, azok jól ismerhetik azt a tényt, hogy van nekünk egy olyanunk, hogy Kahoot kvíz. Tehát a nézőink, akik élőben nézik a műsort, interaktív módon válaszolhatnak kérdésekre, és akik jó választ adnak egy vagy több kérdésre, a válaszadás sebességét is figyelembe vevő pontszámot kapnak. És a rendszer, amit mi használunk, a Kahoot rendszer, mindjárt mondok hozzá részletesebb instrukciókat, az lehetővé teszi azt, hogy megállapítsuk a top 3 leggyorsabb helyes választ adó kilétét. Mai estére díjakkal készültünk, egy Kahoot kvízzel és díjakkal készültünk. 3 díj lesz. A harmadik díj egy bögre. Szürke bögre, görbe bögre, mégsem törik el a görbe bögre. Mit tudom, van valami hülye mondók, ami a görbe bögréről szól. Én most megkérem kolléganőmet, Karajos Éduát, hogy hozzon ide nekem forró vizet, ezért nem csak egy sima szürke bögre, ugye ez a harmadik díjról beszélünk, a Kahoot kvízen, ide adod nekem, és most leöntöm magamat, és sikítva ordítok majd. Forró vizet a kopaszra, forró vizet a bögrébe, teleöntöm, és lehet, hogy valami furcsa dolog történik. Számításaink szerint kell, hogy történjen egy furcsa dolog. Hoppá! Ho-ho! Ho-ho-ho-ho! Ez nem hőre lágyuló, vagy hőre lassuló jármű, ugye a lovaskocsi, hanem egy hőre változó bögre. Rajta te is az univerzummal együtt, te is az univerzumunk egyedi csodája vagy, valami ilyesmi. Túloldalon pedig Schwab-hegyi csillag, szép, színes, szagos. Ha valaki forró vizet, kávét, teát, bármi más tölt bele, akkor átváltozik és előtűnik a formája. Aztán, amikor elhűl, visszamegy szürke bögrével. Ez lesz majd a harmadik díjunk. A második díjunk a kiváló kvízünkön ez lesz. Nem, ez nem egy pálinkás üveg, ez egy csillagképes esernyő. Nem, most nem fogom kibontani, mert de higgyék el, kedves nézők, higgyétek el, ez tényleg nem egy alkoholista csillagásznak a dugi pálinkája, ez ténylegesen egy csillagkép. Lehet, hogy ki tudom húzni. Igen, tehát ez itt... Az Isten itt! Esernyő. Tényleg nem fogom kinyitni, mert akkor soha az életben nem fogom visszatenni, de ezen csillagképek vannak. Tehát ha kinyitjuk, akkor a csillagos eget láthatjuk, még borult időben, esőben is. Ez lesz a második díjunk. Az első díjunk pedig a december 14-én a nyomdából kijövő bevezetés a csillagászatba, Dája Gergely könyv, plusz a Meteor csillagászati évkönyv 2022-es kötete, az még nincs. Illetve mind a 3 díjazottunk, ma harmadik díj, második díj, első díj meg fogja kapni majd a vasárnapi Galaxis Utikalauzra az ingyenes belépést biztosító kódot. És akkor most jön az instrukció, hogy hogy zajlik ez a Kahoot kvíz, amivel ezeket a kiváló nyereményeket lehet majd hát elnyerni. Ugye, kvíz előtt mindenkit megkérünk arra, aki még nem ismeri, hogy vagy lépjen be egy másik böngésző ablakba, mindegy, böngész abba a kahoot.it, itt, mint itali, olasz, de kahoot.it oldalra, vagy használja egy okos eszközre telepíthető kahoot applikációt. Hamarosan én el fogok tűnni erről a képernyőről, és meg fog jelenni egy 7-jegyű kód, amit, hogyha beírnak a kedves nézőink, akkor be tudnak lépni erre a játékra. Ez a Game Pin 649, 95, 59, nézzük, mi jut erről az eszembe. 64 az egy négyzetszám, 9 az egy négyzetszám, 9 az egy négyzetszám, 5 az egy két prímszám szorzata, a 9 az egy négyzetszám. Tehát ide lehet belépni. Kahoot.it kéri ezt a 7-jegyű kódot, és itt meg kell adni valamilyen nevet vagy becenevet. Ó, már látom is, Nifa, Dénes, Dén, Vighad 80, Keszi, de ó, jönnek, mint az oroszok.
Tehát ha megadjuk a nevünket, akkor tudunk részt venni ebben a játékban. Lesz majd egy tesztkérdés, amivel mindenki kipróbálhatja, hogy érti-e ennek a rendszernek a működését. Tehát ez egy olyan kérdés lesz az első kérdés, ami egy értelmes kérdés lesz, de nem jár érte pont. Tehát itt most csak egy egykérdéses Kahoot quiz lesz, nem lesz 10 kérdés, mint ahogy a galaxis úti kalauzoknál szokott lenni. Itt egy darab kérdésre, akik a leggyorsabban adják meg a helyes választ, azok fognak díjban részesülni. Mindenki a saját pontszám alapján kap majd egy értesítést a rendszertől, hogy hanyadik lett a kvízben, és azt kérjük, hogy erről az értesítésről egy képernyőfotót készítsen. És ezt a képernyőfotót, ami mutatja, hogy harmadik lettél, mit tudom én, Gigabó harmadik díj, erről készítsen egy screenshotot, és ezt küldj el az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu e-mail címre. Ezzel tudja bizonyítani azt, hogy ő lett a harmadik, ő lett a második, ő lett az első. Mivel tárgyi jutalmak és Galaxis Uti Kalausz belépő a nyeremény, ezért aztán kell majd a posta cím is pontos névvel és címmel, hogy hova küldhetjük akár a hőre lassuló bögrét, vagy a csillagképes esernyőt, vagy a két szerintem nagyon értékes könyvet. És akkor tulajdonképpen itt már ennyi duma után, asztrozófia, megértek az asztrozófusok, 100 résztvevőnél úgy látom kezdünk konvergálni a konstans létszámmá. A Galaxis Uti Kalauzzal szemben, még mindig locsogok egy kicsit, mert látom, hogy jönnek még emberek, nem 30 másodperc fog rendelkezésre állni a kérdésekre, a kérdésre adandó válasz, hanem 1 perc. Mert azt tapasztaltuk, hogy a Galaxis Uti Kalauz YouTube közvetítéshez képest a Facebook késleltetés az jelentősen több, nem 3-4 másodperc, hanem 17-18 másodperc. Tehát az első kérdésünk, amit mindjárt elindítunk, az egy teszt, ezért nem jár pont. Ez pusztán csak arról szól, hogy nézze meg mindenki, hogy érti, hogy hogy működik ez a rendszer. Én kérném szépen Éduát, hogy indítsa el élő csillagászat finálé Kahoot quiz. 3, 2, 1. A kérdés a következő. Milyen színű alsó ruha van Kis László ingje alatt? Piros válasz az applikációban, ha szürke. Kék válasz, ha fehér. Narancssárga, ha kék, itt a színek meg a szavak eléggé zavaróak, illetve zöldre kell bökni a böngészőben, vagy akár az applikációban, ha szőr és bőr színű az alsó ruha Kis László ingje alatt. Ugye még 38, 37, 36, tehát most tényleg ez az 1 perc, ez ugye azért van, mert tudjuk jól, hogy nagyobb a Facebooknak a késleltetése, nem lehetett 30 másodpercre beállítani, és lehet is látni, hogy 59 válasznál járunk, 60 válasznál, 61, tehát szépen még 22 másodpercünk van. Tehát milyen színű alsó ruha van Kis László ingje alatt? Még egyszer, ezért pontszám nem jár, de ezért természetesen majd beszámolunk a helyes válaszról. Tehát piros válasz, ha szürke, kék, ha fehér, narancssárga, ha kék, ez nagyon furcsa, szőr és bőrszínű, az a zöld válasz. 20-an választották a zöld választ, 48-an választották a kék választ. Vissza tudsz most kapcsolni egy pillanatra? Tehát nem akarok itt senkit megzavarni csúnya részletekkel. Ott, bőr és szőr. Na, tehát itt most a zöld volt a helyes válasz. Bocsánatot kérek, ez egy fiataloknak is szóló műsor. És most jön az egy darab éles kérdés, tehát mindenki készüljön, figyelj, nézzük meg akkor az eredményeket. Rajki 7 volt, aki 0 pontot volt, ő válaszolta leggyorsabban azt, hogy szőr és bőrszínű az alsó ruha, Szilvi volt a második leggyorsabb, Dénes volt a harmadik. Még egyszer, egy darab kérdés lesz, tehát mindenki készüljön, mert jön a kérdés és a 4 válasz, és itt 1 helyes válasz lesz. Na nézzük akkor a kérdés. Kis László szerint az alábbiak közül melyik a legszebb 2022-es csillagászati esemény? A C2017 K2 Pan Stars, akkor az a piros válasz. Esetleg az augusztusi perzeidák, az a kék válasz. A részleges napfogyatkozás októberben, az a narancssárga válasz. A hold elfedi a Marsot, az a zöld válasz. Ó, 91-9, látszik, a tesztben nem akart mindenki elmélyedni az alsó ruházatom színében. Ezt speciál megértem.
úgyhogy van még fél percünk, nem baj, addig szépen elszórakoztatjuk egymást. Tehát még egyszer, Pawn Stars, ha azt gondolja valaki, én arról beszéltem leglelkesebben, akkor a pirosra bökjön. A narancsárgára, hogyha a részleges napfogyatkozásról beszéltem a leglelkesebben. A kékre, hogyha meg sem említett augusztusi perzédákat gondolnám a legszebb látványnak, vagy a hold elfedi a Marsot, az a zöld válasz, ha önök szerint, vagy ti szerintetek arról beszéltem a leglelkesebben, akkor arra kell rábökni. És akkor 5, 4, 3, 2, 1, hoho! Zöld válasz, ugye a helyes válasz, ezt 30-an választották. A Pawn Stars-ra 57-en tippeltek, hát ez nem volt rossz tipp egyébként, mert ha kellett volna mondani, akkor azt mondanám második legszebbnek, de én azt gondolom, hogy a Mars hold eltakarása az egy oly mértékben kozmikus együttás, hogy nekem az fog legjobban tetszeni, már így előre, most ezt ki tudom jelenteni. Nézzük akkor az eredményeket, finálé, pódium, harmadik helyre Robi került, készíts el a képernyőmentését. Első helyre Kat, vagy második helyre Kat került, és első helyre Phil Collins! Mindenképpen egy nagy tapsot Phil Collinsnak a leggyorsabban megadott helyes válaszért. Tehát hármójuktól, Kattól, Phil Collinstól és Robitól kérjük azt, hogy egy screenshotot, képernyőfotót készítsen a Kahoot eredményről, és még egyszer mit küldünk? Küldjük a harmadik helyezett, ha jól emlékszem, ő volt a Kat talán, a színes bögre, plusz az ingyenes belépő vasárnapra, második helyezettünk ugye ez az esernyő, plusz az ingyenes belépő, első helyezettünk pedig majd két könyvet fog kapni, ne legyen türelmetlen, ugye december 7-én jön ki az évkönyv, december 13-án jön ki a bevezetés a csillagászatba, és onnantól kezdve a Libri boltokban kapható lesz. Tehát leghamarabb december 15-én tudjuk postára adni az első díjas nyertesünknek a két könyvet. Remélhetőleg még karácsonyra éppen odaér a fa alá. Meglepetésként, vagy adott esetben önmagának adott jó ajándékként, én azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen érdekes kiadvány. Ez volt az évadzáró meglepetés, a meglepi, a kvíz, és akkor jön az a végső szakasz, hogy ha jöttek kérdések, akkor azokra megpróbálok válaszolni. Ugye, ha ide jövök a szokásos hátteremre, akkor idén utoljára, ha van kérdés, akkor arra szívesen válaszolok, föltételezve, hogyha tudok. Mőnich László. Az lenne a kérdésem, hogy a Schwab-hegyi csillagvizsgáló tervezi-e, hogy előadásai elérhetőek lesznek-e a későbbiekben. A problémám a következő. Sajnos általában egyéb elfoglaltságom, például a szolgálat miatt nem tudok ott lenni online akkor, amikor zajlik az előadás. Szívesen előfizetnék az előadásokra, de így sajnos nem tudok. Ugye jelenleg a válasz, a helyes válasz az, hogy az online műsorok, a vasárnapi Galaxis úti kalóz, a csütörtöki fantázia és valóság, azok egy hétig elérhetőek a megvásárolt linken keresztül. Tehát az ember befizet, nem tudja megnézni vasárnap, akkor van egy hete, bármikor, amikor van másfél órája, vagy nem tudom mennyi szokott lenni, másfél-két órája, akkor megnézheti egy héten keresztül. Így sem marad le az előadásról. Tehát mindenképpen megéri előfizetni. Terveink között vannak olyan elképzelések, hogy majd értékesítjük ezeket az előadásokat egy ilyen hosszabb időtávon keresztül, beszélgetünk időnként a Patreon rendszerhez való csatlakozáshoz, tehát vannak a fejünkben opciók, de ezeknek a megvalósítás ez időigény. Időt kér magának. De értjük a kérdést, és értjük az igényt. Kunkli Zuhány. Ez azt jelenti, hogy ha örökös tagságot váltok, akkor 25 év múlva meg is halok. Hát szeretném azt mondani, hogy nem. Én 2008-ban lettem az MCL-nek az örökös tagja, ez 13 évvel ezelőtt volt, nem szeretnék 12 év múlva eltávozni. Azt pusztán csak azt mondani, hogy ha valaki megváltja az örökös tagságot, akkor élete végéig az MCL tagja lesz, azaz élete végéig minden évben megkapja a Meteor lap havi számait, az évkönyvet, és élete végéig kedvezménnyel vehet részt az MCL rendezvényén, és olyan rendezvényeken, ahol MCL tagsághoz fűződően kedvezmény van. Például a nyári Meteor távcsőes találkozónál, vagy az ifjúsági észlelő tábornál is, idén is, 2021-ben is az volt, hogy gyakorlatilag maga az egyhetes ifjúsági tábor
MCL tagsággal annyi kedvezményt kapott, hogy a kedvezményes ár plusz az MCL tagság olcsóbb volt, mint a teljes ára a tábornak. Tehát megérte megváltani az MCL tagságot, mert kapja az újságot, kapja az évkönyvet, és például szummázva olcsóbb volt a nyári táborban a részvétel, mint csak úgy befizetni a nyári táborba. Tehát örökös tagság az azt jelenti, hogy örökké tag lesz. Ha valaki 25 évesen befizet örökös tagnak, és mondjuk elél 100 évig, akkor 75 éven keresztül lesz tagja, tehát háromszor olcsóbb lesz. Nyilván ez ennek sokféle jelentése van, hogy adott az egyes esetben az egyesületet hozzájuttatni plusz forráshoz hirtelen, meg egy plusz elköteleződést a csillagászati, amatőr csillagászati és szakcsillagászati mozgalom, vagy mondjuk így mozgalmak irányába. Szabó József, a víz kimaradt, igaza van Szabó Józsefnek, pedig üstökösök hozták, és valóban rohadt szomjas is vagyok, már bocsánat, szélsőségesen szomjas is lettem időközben, az 1 óra 10 percnyi beszédtől, víz, üstökösök hozták a földet, légy szíves, ne kapcsolod ki a mikrofont. Itt jó, víz. Szabó József, nem maradt ki a víz. De köszönöm szépen a figyelmeztetést. Bolgulya Péter, kik számolják ki ezeket az előjelzéseket, és hogy választják ki, hogy milyen égitestek mozgásait számolják ki? Gondolom például az összes kisbolygó mozgását nem számolják ki. Vagy tévedek? Nekem ez hatalmas munkának tűnik. Honnan válogatnak? Szőlősi Attila a válasz. Tehát a meteor csillagászati évkönyv esetén ő számolja ki a jelenség naptár minden egyes jelenségét a csillagászati évkönyvben. Ez már a 15. évkönyv, amihez az én listámat veszik alapul. Tehát a helyes válasz Szőlősi Attila, egy nagy tapsot érdemel Szőlősi Attila, 15 éves, tehát a rendkívül unalmasnak látszó. De valójában, amikor átbögarázta, de bazi jó esemény jön. Tehát ez egy nagyon-nagyon odaadó és hát nagy energia befektetést igénylő munka. Fekete Tamás. Hány elongáció fok a minimum napnyugta után, amit látni is lehet? Hát attól függ, hogy milyen fényes az égitest. Ugye a Vénuszt már gyakorlatilag 14 fokra is lehet látni naptól. Azt gondolom, hogy ugye a Merkur bolygó az a legnagyobb elongációja, 23-24 fok. És azt gyakorlatilag mindig szürkület égen láthatjuk csak. Tehát ha olyan fényes égitestről beszélünk, ami mondjuk a 0-1-2 magnitudós fényesség tartományba esik, tehát a legfényesebb csillagokkal hasonlatos fényességű, akkor az ilyen 15-20 fokos elongáció már látszik. Ugye 2007-ben a McNaught üstökös, a napközelsége az ilyen pár fokra volt a naptól, fényes nappal a kék égen, ha az ember kitakarta a napot, akkor mellette látszott az üstökös. Tehát még egyszer az égitest fényességétől függ. Egy tipikus binokulár fényességű üstökösnél én azt gondolom, hogy az a 30-40 fokos elongáció minimum, ami kell. Ugye attól is függ, hogy az ekliptikán, mondjuk egy ekliptika menti égitestet nézünk, hol van. Ugye ilyenkor az ekliptika alacsonyan húzódik a déli horizont fölött. Ugye tavasszal magasan megy az ekliptika, tehát tavasszal kisebb szögtávolság, nagyobb horizont fölötti magasságot eredményez, mint mondjuk télen egy alacsony, vagy ősszel télen egy alacsony ekliptikán szélességen levő dolog nagyobb elongációnál. Tehát azt kell mondani, hogy mondjuk ez a 40 fok az nekem azért kell ahhoz, hogy nyugodtan készüljek egy esti észleléshez. Konsti. C2017 K2 Panstars, hogy lehet rá röviden hivatkozni? Panni? Na de most komolyan. Ez a panni az nem olyan rossz. Én nem tudom, hogy egy üstökös milyen nemű. Ugye a komet, hát ugye angolban nincsen, mi lehet cometus, cometi, masculinum, a latin változat, tehát szerintem az üstökösök, hát ugye hosszú farkuk van, tehát mindenképpen hímneműek, tehát panninak én nem nevezném, nem rövidíteném esetleg, hát nem tudom, pantának, pantinak, hát a fene tudja, panti, panstars, pansti, mit tudom én. Szaszfai Csaba. Azért, arra ugye azért emlékszel, hogy táblázatokat mutogatni égbe kiáltó bűn. Ezért sajnos egyes osztályzat jár. Köszönöm szépen, én is, ezt tudom. De pontosan azért mutogattam most táblázatokat, mert tudom, hogy amikor kézbe veszi valaki az évkönyvet, és kinyitja, és elborzad a táblázatoktól, nem feltétlenül veszi az intellektuális
erőfeszítést, hogy megértsem, hogy mi van benne. Gondoltam, hogy kicsit segítem a megértést. Mert nem föltétlen magától értetődött van. Na, delta, R, E, M, mi a franc ez az egész? Egy picikét úgy gondoltam, hogy érdemes megmagyarázni. Csukás Mátyás, talán el kellene magyarázni az évfolyamán szereplő időpontoknál a közei és az UT közötti különbséget is, no meg a nyári időszámítás, ezt már nem akartam itten belemenni. Ugye az évkönyvnek az első három oldala az az instrukció. Így használd évkönyvedet. Ott el van szépen magyarázva a nyári időszámítás, a közép-európai időszámítás, a világidő, mikor kell plusz egy óra, mikor kell plusz két óra. Tehát ez ténykérdés, hogy ezt erre figyelni kell. Szabó Géza, kedves László! Pár hónapja írtam, hogy gyerekként egy általam kiválasztott és tulajdonomnak tekintett csillag hirtelen eltűnt. Soha többet nem láttam. Viszont körülbelül két hónapja olvastam a Google-ben, hogy a csillagászok is tapasztaltak ilyen eseményt. Nem tudom, de azóta van esetleg valami magyarázat. A helyzet az, hogy igen, volt egy ilyen hír, hogy eltűntek csillagok, de azért mind nagyon halvány csillag volt. Tehát ugye a régi Palomar fotókon ilyen tizen sok magnitudós csillagok, tehát nem ilyen szabadszemes fényességű, tehát amit szabad szemmel lehet látni, bocsánat, az mind megvan. Az meg volt 100 éve is, meg volt 50 éve is, meg megvan most is. Tehát az nem csillag volt, ami szabadszemes volt és eltűnt. Sokkal halványabbak között van olyan, amit látszólag nem találunk. Üstökös rövidítés, Nagymékúti Ákos, 17K2. Hát végül is panni helyett 17K2, valóban ez egy tök jó rövidítés. Rock Petrus. Mit lehet tudni az idei december 10-ei bolygó sorakozóról? Vénusz 20%-os sarló, Szaturnusz, Jupiter, és első negyedben Hold. Azért, na, hú, az bazi jó. Tehát mindegyikre lehet nyugodtan egy órát elszórakozni, de akkor 4 órát rászánnánk, és már lenyugodna mind a fenébe. Tehát gyorsan kell majd pörgetni a távcsöveket. Horváth Fabiola, ezek vásárolhatóak is az ajándékok. Az esernyő a Budapesti Távcső Centrumban megvásárolható. Ez az első pillantásra a pálinkás üvegnek látsz, jaj, de finom. Ugye ez ott megvásárolható. A bögre majd lesz a, gondolom, Svábhegyi Csillagvizsgáló webshopjában. Itt, helybe. Ah, köszönöm szépen, kapom a súgást. A Svábhegyi Csillagvizsgáló, amikor jönnek majd programjainkra látogatunk, akkor kérek egy olyan hőre lassuló bögrét, tessék, itt van. A könyv, igen, a Dája Gergely könyv az ugye a Libri boltokban, a Libri hálózatán, a Librinek a webshopján is megrendelhető lesz december 14-től, a már most előrendelhető, de csak 14-ig után fogják szállítani. Az évkönyvhöz pedig tessék belépni az MCL-be, és akkor postázzuk az MCL tagsággal együtt az évkönyvet. Csider Krisztián. Szia, Laci! Szia, Krisztián! 5. évad lesz 2022-ben? Ha igen, melyik hónaptól? Jelenleg a terveinkben az szerepel, hogy télen a Galaxis úti kalauza, a fantázia és valóság, még ezek fognak majd menni. Az élő csillagászatra van 5. évad terv, de most van bennem egy olyan formabontás, hogy lehet, hogy az egész 22-es évad lesz, az egész 22-es év lesz az 5. évad, és annak lesz egy tavaszi fele, meg egy őszi fele, és akkor nem 10 rész lesz az 5. évad, hanem mondjuk 20 rész. Most ezt igazából csak könyvelés technika, hogy most hogy hívjuk a részeket. A terveinkben egy ilyen március környéki kezdés szerepel. Azt gyanítom, hogy ez a dedikált stúdiónkban majd addig kifogjuk még talán, hogy milyen módon fogok majd megint megjelenni. Ez az asztalnak támaszkodó, ilyen sörös pultra, vagy sörös sanknak támaszkodó módszer, ez most egy ilyen átmeneti megoldás volt ebben az évadban, azt hiszem, hogy vissza fogok térni az asztal mögött egy széken ülő, beszélő fejhez. Még egyszer, mikortól? Körülbelül március környékétől. Tehát még egy jó pár hónapig most, hogy miért? Azért, mert csak, mit tudom én, március, április, május, mert majd meglátjuk. Nem tudom még. Perge János. Szia, Laci! Szia, János! Tervezed-e esetleges klónozásod? Szerintem igény lenne rá, hogy az 5. évad 20 részes legyen. Viccet félretéve, köszönjük az egészet, szuper, imádom, csak így tovább. Ez azért se kell, mert egy vicces kommunikációval vettem részt a Svábhegyinek, amikor még figyeltem a menedzserként a Svábhegyinek a beérkezett üzenetét, valaki kérdezte egy fiatal
ember, hogy van azért, aki nem kis László, mert annyira dominálja, nem őt akarom nézni. És mondom, van, megírtam neki, igen, van más is rajtam kívül. Tehát persze, tehát nem tervezzük a klónozást, mert mi hiszünk a változatosságban, szerintem a változatosság gyönyörködtet. Nekem van egy stílusom, az én műsoraimban az én stílusom jelenik meg, mások műsorában mások stílusa. Nagyon jó előadóink vannak. Nem akarom most őket név szerint sorolni, mert valakit véletlenül kifelejtek, és akkor esetleg őt megbántom, de tényleg van legalább 6-7 nagyon jó előadónk, mind a saját stílusával. Én azt gondolom, hogy nagyon jó csapatot sikerült itt a Schwab-hét csillagvizsgálóba összeszedni. Szabó Roland, szia Laci, szia Roland! A galaxisok körül megfigyelt törpe galaxisok a friss hírek szerint most járnak itt először. Akkor ezek szerint a Magellán felhők sem a galaxis körül keringenek? Igen, én úgy emlékszem, még a Magellán felhőre is ezt állították. Tehát kiszámolták a Gaia saját mozgásokból, meg radiális sebességekből a törpe galaxisoknak azt hiszem az összenergiáját, mozgási energiáját, ebbe a valamilyen koordinátrendszer, a galaxishoz rögzített koordinátrendszer, és hogy egyszerűen nem körülöttünk keringő összenergia és impulzussal bírnak, hanem egy ide tévedt vándornak tűnnek. Nem mindegyik, de egy nagyobb mennyiség is, és ha jól emlékszem, még ez a Magellán felhőket is érinti. Sok beszédnek száraz száj az alja. Torma Csaba, tiszteletem. Ha az Uranusz gázbolygó, és a tengelyfeldülést egy ütközés során szerezte, akkor annyira sűrű az a gáz, hogy az egész bolygót elbírja fordítani? Persze. Tehát hogy az, hogy kívül a légkör ezért sűrű, az előbb-utóbb, hogy a nagy nyomás hatására össze folyékony lesz, és aztán később legből akár nyugodtan lehet egy jeges szilárd mag is. Tehát az Uránusznak a belső szerkezete azért nem egy ilyen ütközik, és akkor úgy marad. Nem, hát az van egy ilyen bolygótest, és ez egy nagy ütközés volt annak idején, tehát amikor elfogja. Az Uránuszról tudni kell azt, hogy ugye így kering, de a forgás tengelye be van dőlve, és valójában így kering a nap körül, hogy a forgás tengelye az benne van. Hát 98 fok, tehát gyakorlatilag benne van az ekliptika síkjába. Lengyel Bori, kedves Laci, hogy vagy? Jól vagyok. Köszönöm szépen a kérdést. Pál Bernadett lesz péntek reggel konstiéknál a Tilosban, Mars lesz a téma. Ezt az információt kaptuk. Én ma reggel az M1 híradóban beszéltem ilyen mörös szuburként, illetve majd pénteken este a M5 kulturális híradójában leszek 3-8-kor. Ott is valami marsos, nem is emlékszem, mi lesz a téma. Valami majd lesz. Én azt gondolom, hogy 21 óra 21 perckor az negyedik évad 10. részét és ezzel az egész évadot itt az idő befejezni. Megköszönöm szépen mindenkinek az egész évadon átívelő figyelmét. Ha tetszettek ezek a videók, a Schwab-hét csillagvizsgáló Facebook oldalát tessék követni, lájkolni. A YouTube csatornáinkra tessék feliratkozni, online videóinkra érdemes előfizetni. Tényleg azok is eladások. Most ezen a hétvégén speciál. Azt is én tartom, de ez csak egy egyszeri kivételes eset. Nem tervezek oda bevonulni. Vasárnap este egyébként is feleségem a hátamat letépné, hogyha mindig kimaradnék, és én sem szeretnék a gyermekemtől távol lenni. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon szépen köszönjük az egész évadon átívelő figyelmet, látjuk a nézőinknél a visszatérő neveket, látjuk azt, hogy kialakult egy ilyen követő tábor, én ennek nagyon örülök, és azt is látom, hogy a YouTube-on is azért szép számmal nézik ezeket a videókat az emberek. Az élő csillagászat ezzel elbúcsúzik nézőitől, a Schwab-hét csillagvizsgáló nem búcsúzik el egyáltalán, sem a nézőitől, sem a látogatóktól. Így ebben a formában, vagy ezzel a műsorral legközelebb 2022 tavaszán fogunk találkozni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép koronavírusmentes napokat, heteket, oltásokat, ha szükséges, és most pedig jó éjszakát kívánok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.